Jó, még egyszer mondanám, ott van Gyula bács, aki nem is elmegy. Fölteszi az ostort, és mondja, hogy mi van. Balázs bácsit meg kell várni, bocsánat, tényleg. Különben itt van köztünk ám Anett is, ez az első év. Az első év, hogy elővette az ostorát. Azt mondta, hogy azért veszi elő, még nagy a hangzavar, úgy csalják, hogy nem tudom a végén, csodál. De most majd azért megtanítsuk őt. Balázs bácsi mindjárt érkezik. Itt van, meg is érkezett. Gyula bácsi, légy szíves. Gyula bácsi, diktáld az iramot. Közösséget meg kéne, hogy Balázsok kívül jót, mert nehogy baleset érjen valami. Akkor Gyula bácsi! Hadd szóljon, Gyula bácsi! Bocsánat, hogy közbeszólok. Hatalmasan működik, és gondoltam, hogy bátran, illetve a barátaim mellettünk vagyok. Örökös pásztorok nem bírják a mindenki, mert másmilyen módszerre csergetnek. Megköszönném azt, hogy egy picit megállnátok, és a két örökös pásztor ketten így csergetnek. Rózsaságról 140 vasodik születésnokkal voltam, hát ott véletlenül se láttam így csergetni. Egyházon álkozó volt, de ott mindenki előre csergetik. Hát ez olyan forszerző van, mint a mélyes minden el. Hát így könnyű csergetni. Hát tessék előre csergetni. Ága jó uram, csergetni kell erre, csak kicsi a hely. Ezért kértem azt, hogy ketten vagytok. Rendben, csak kicsi a hely. Hogyha ketten megtisztelnétek azzal, hogy csergettek, azt megköszönném, mint örökös pásztorok.